A legkorábbi gyerekkori emlékem az arról szólt, hogy én mozdonyvezető leszek. Aztán meg állatorvos, ugye azt el is végeztem, fel tudja ilyesmik. Mindig azt mondom a kollégáknak, a fiataloknak, amikor kérdeznek tőlem valamit, hogy legyen egy szakmád, mielőtt a politikát elkezdenéd. Teljesen mindegy, hogy micsoda, de legyen egy szakmád, valamihez érts. Valamit tanulj, valamit végezzél, és utána menj politikusnak, ha az vonz, és ez így rendben is van, hogy azt válasszák egyesek, mert szükség van politikai vezetőkre, közéleti emberekre, de a politikában is valami szakma azért tenni kell. A parlamentbe be kell menni egy szakbizottságba. De azt hiszem, hogy motorbiciklin először ilyen 3 éves koromban, 4 éves koromban ülhettem, az apukámnak volt egy motorbiciklije, mindig azon mászkáltam, meg magamra borítottam, aztán úgyhogy menjek motorbiciklivel először, 16 évesen mentem egy ilyen motocross klubba, úgyhogy ennek ilyen régi gyökerei vannak. Én azt gondolom, hogy gyerekkoromban valahogy úgy hozzám ragadt a motorbicikli iránti szeretet, mert mindent másképpen látsz. Autóban hallgat zenét, főleg ha nem te vezetsz, még olvasol, még szundikálsz, ha te vezetsz, akkor is egészen más a perspektíva. A motorbiciklin nem tudsz olvasni, nem tudsz üzeneteket küldeni, nem tudsz egyebet csinálni, csak figyelni a tájra, egészen másképpen látod. Régen nagyon sokat néztem a Forma 1-et, fölkeltem éjszaka is, hogyha valahol a futam olyan helyen volt, hogy fel kellett kelni, és megnéztem. Azt a mai napig szeretem, tehát hogyha van lehetőségem, akkor Forma 1-et nézek, de valami miatt már nem ugyanaz, mint a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején. A snookert azt nagyon szívesen nézem, mert kedvelem. A teniszt bármikor szívesen nézek egy jó teniszmérkőzést. Én alapvetően nem sportolok úgy, hogy akkor most valami sporthoz olyan nagyon ragaszkodnék, hogy minden héten, minden nap szeretek kúszni, szeretek biciklizni, de úgy nincs egy olyan kedvenc sportág, amit én most művelnék. Sízni télen, korcsolyázni, valamikor jégkorongoztam, de úgy nagyjából ez az a kör, amit így hirtelen meg tudnék jelölni. Én gyerekkoromban a televíziót nem néztem, tehát az annyira ritka volt, hogy nem is tudom fölidézni, hogy mit láttam a televízióban, nagyon kevesen, néhány rajzfilmet. És akkor nyilván az ember olvasott és eljátszta azokat a szereplőket, vagy azokat a helyzeteket, amelyek tetszettek neki. És én azt gondolom, hogy így szép gyerekkorunk volt. Egyszerre több könyvet olvasok, hogyha szép irodalmat kell lenne említenem, akkor a Fernando Aramburunak a Pátriáját mondanám, ami a Csíkszeredai Bukártnál jelent meg, nagyon jó könyv. Azt most olvasom, illetve elkezdtem újra olvasni néhány nappal ezelőtt Krasznahorkainak a Sátán tangóját. Aztán történelmet olvasok elég sokat, most éppen a Péter Frankopánnak a könyveit olvastam a nyáron, azokat befejeztem, és Tim Marshallnak a földrajzzal kapcsolatos könyveiből az utolsót, azt most a napokban nemrég fejeztem be, és ott van, elkezdtem olvasni Hararinak a Nexusát, ami most jelent meg magyarul. Én mindennek ellen tudok állni, csak a csábításnak. A pandémia alatt írtam meg utána egy keveset, azok most a Helikonban megjelent, egy pár belőlük, de sokkal kevesebbet, mint amennyire igény lenne, belső igény. A külsőt azt nem tudom. Valamikor én is még főzögettem. Rockot, de talán a jazz dominál az utóbbi években, az utóbbi jó sok évben.